A kamarásról, aki aranytálcákra lépett. Volt nekünk gyerekeim, valaha sok nemes bányáink közt egy bányánk, azt úgy hívták Offen bánya. Élt ott egy nagy úr, egy királyi kamarás, aki olyan égtelen mód elgazdagodott, hogy már azt se tudta jó dolgában, hogy mit csinálja. Mit csináljon, hogy megkülönböztesse magát a közönséges halandótól, aki a kardja vagy a karja után él, aki kalapáccsal, gyaluval vagy ásóval, kapával keresi meg a mindennapi betevőjét. Szertelen felfuvalkodottságában egy szép napon az jutott eszébe, hogy ő bizony nem léphet az ő recsegős, karmazsin csizmája talpával arra a poros, sáros, paréjos földre, amelyet mindenféle kódis népség csizmái meg bocskorjai tapodnak. Hát, azt találta ki a kamarás, hogy amerre sétált, jobbról, balról két szolga legény lépkedett előtte, azok egy-egy szín aranytálcát raktak a jobb lába, meg a bal lába elé, hogy azokra az aranytálcákra tehesse le méltóságos talpait a kamarás. A városi lakosok megállottak, bámultak, csodálták a kamarás aranyos sétáját, majd elájultak a nagy tisztelettől. Eljutott ennek az aranytálcán sétáló kamarásnak a híre Mátyás királyig. Mátyás nem volt rest, felöltözött vándorló mesterlegénynek, elvándorolt Offen bányára, hogy a maga szemével lássa ezt a csodát. Bekvártéjozta magát egy csapszékbe, annak az ablakából nézegette kedvére vasárnap délelőtt, amint a kamarás ott lépeget az utca közepén, kényesen, mint a páva, egyik lábával a másik után, a tündöklő aranytálcára hágván, és a tokáját kegyesen rezegtetvén, mikor sorba hajbókoltak feléje a polgárok, polgárasszonyok. Hát azután früstököt rendelt magának Mátyás, az a früstök pedig rántotta volt. Este azután, mikor továbbment Mátyás, ráírta annak a csapszéknek a falár nagybetűkkel, itt járt Mátyás király, megevett 6 tojást. Látta aranytálcán templomba menni a kamarást. No hát gyerekek, ennyi éppen elég volt az offenbányai lakosságnak, másnap már a szeme közé kacagtak a bolond kamarásnak. Az pedig harmadik napra elszökött szégyenében, tudom Isten, sose tette többet aranytálcára a lábát.